Ma van a Rákellenes Világnap, évente egyre több embernél diagnosztizálnak rákos megbetegedést, pedig a szakértők szerint kellő odafigyeléssel és a rendszeres szűrővizsgálatokkal jelentősen csökkenteni lehet a megbetegedések számát. A megkérdezett szakorvos szerint tavaly Nagykanizsán az emlőrák szűrésre beivottak alig 40%-a jelent meg. Az egészségügyi világszervezet legfrissebb kimutatása szerint az emlőrák vált a leggyakoribb daganatos betegségé, megelőzve ezzel a tüdőrákot. Novák Enikő, radiológus főorvos elmondta, hogy a különböző rák jellemzően egy, másfél, két évente érdemes járni. A szűrések minden évben ugyanazon az időszakban meg vannak hirdetve, de bizonyos kor felett behívó levelet is küldenek. Mint a szűrésekről alapvetően tudni kell az a cél, hogy minél korábbi stádiumba felfedezzünk egy daganatos megbetegedést, és tulajdonképpen a szűrés kínál arra alkalmat, hogy amíg egy daganatos megbetegedés panaszt nem okoz, mi már észrevegyük. Ez vonatkozik a az emlőrák szűrésre és az emlődaganatokra, illetve több más daganatra, kolorektális daganatok, ményakrák szűrés, prosztata szűrés. Ezért fontos, és nyilván minél fiatalabb stádiumba felfedezünk egy betegséget, egy daganatos megbetegedést, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy teljes mértékben meg tudjuk gyógyítani az egyént. A melanóba a bőrdaganatok egyik legsúlyosabb típusa, de nagyon korai időszakban felismerhető, ezért fontos évente egyszer megnézetni szakorvossal az anyajegyeket. Búzás Judit bőrgyógyász hangsúlyozta, hogy az UVB sugárzás nagy mértékben növeli a melanóma kialakulásának kockázatát, így az erős napfény, illetve a szolárium egyaránt felelős lehet. Általában azt mondjuk, hogy normálisan egy anyajegy kerek, éleszélű, egyenletesen barna, és minden, ami ettől eltér, az már okot ad arra, hogy folyamatosan figyeljük. Általában 50 eh, számú anyajegynél nagyobb számban lévő anyajegyek mindenképpen indokolt arra, hogy folyamatosan figyeljünk, illetve évente szakorvoshoz járjunk. Vannak anyajegyek, amelyek úgynevezett irritábilis helyeken helyezkednek el, vagyis az állandó mechanikai izgatás miatt el tudnak fajulni. Ilyenek például a melltartó vonalában lévő anyajegyek, vagy a hátizsák irányába a vállon vagy háton. Buzás Judit hozzátette, hogy a vizsgálat pár percet vesz igénybe, melynek során az anyajegyek nagyságát és szerkezetét vizsgálják egy tízszeres nagyítású dermatoszkóppal.